Nem a WC papír fogyott el. Jó, most már nem, Windows update volt tegnap, és ilyenkor a hangokat sikeresen elállítja. De felülkerekedtem a problémán. Sajnos igen, hallotta. Na, hello! Na, bocs, csak tegnap este mind a két gépet úgy kapcsoltam ki. A másikon is leellenőrzöm gyorsan. Tegnap este mind a két gépet úgy kellett kikapcsolni, hogy... System. Igen. Most reméljük, ennek is lesz hangja. Na mindegy, szóval tegnap este volt mindkét gépen Windows update, és ilyenkor a hangokat el szokta kicsit állítani, úgyhogy konkrétan nem volt hangom. De most már akkor láttok. Hallottok. Igen, a jó öreg Windows update. Jaj, na sziasztok srácok, jó reggel. Kicsit nehezen indult a ma reggel, mert tegnap a srácokkal úgy nagyon eldumálgattuk az időt. Ők nyomták a Diablót. Én a változatosság kedvéért Lost Ark-oztam, ugye az új karakterrel, az Artista. Ez azért reggel 4 volt, amikor ránéztem az órára, úgyhogy... úgy elszaladt. Elszaladt az idő. Full cap, nagyon szépen köszönöm a raidet. Ja, mondom, elkezdtünk dumálgatni. Ők játszottak a Diablóval, én nézegettem, mondom, közben meg raidet csináltam az új karakterrel, meg ilyenek, és így... Hát mondom, most már lehet, hogy el kellene kezdeni lefeküdni, mert mondom, reggel 4 van. Gizda ez a pulcsi? Kösz. Hát ez egy ilyen anyókás otthonka. Össze se gombolható, ez csak úgy van. Ilyen poncsó. Nem az, de olyan. Mintha, majdnem. Szia ide-oda. Na, úgyhogy nem tudom, hogy nektek hogy telt a tegnap este. Abban biztos vagyok, hogy dolgoztatok így Hero Wars témába, mert 99/120-on vagyunk, úgyhogy már csak 21 regisztráció, és meg is vagyunk. Úgyhogy hajrá, hajrá! Na, ugye tegnap azt beszéltük, hogy a Medieval Dynasty-be kellene visszanézni, mert egy ideje már elhanyagoltuk a kis dinasztiánkat, azt sem tudom, hogy életben vannak-e. Addig kellene a sztorival tovább egyengetni a kis életüket, a kis satnya életüket, és akkor majd meglátjuk, hogy hova is, meg mint is haladunk. Folyamatban a 100. Júzon, nagyon szépen köszönöm. Hálás vagyok. 11-kor már az igazak álmát aludtam. Ez kemény. Komolyak vagytok. Az a baj, hogy érted, hogyha 11-kor lefekszem aludni, akkor van bennem egy kicsi olyan, hogy így nem csináltam, tehát idézőjelek között, így nem csináltam ma semmit. Tehát ez a reggel fölkeltem, elmentem 8-tól 5-ig ben voltam az irodába, hazajöttem, elkészültem, 6-tól 10-ig streameltem, az 11-kor lefekszek. És akkor így, így nem is csináltam semmit. 8:30-kor csebe felkeltem, 3:20-kor. Na nekem is ez szokott lenni, hogyha valamilyen csoda folytán mondjuk így ledőlök időbe aludni, akkor olyan szinten korán fölkelek, hogy ilyen tényleg ilyen hajnali 4-5. Nem mint hogyha az elégséges idő lenne így alvás tekintetében, de ja. Ez a nyugger streamer üzemmód? Hát lehet. Elképzelhető. Mi lesz majd később, gondoljatok bele. Egy órát aludtam összesen, éljen az éjjeli műszak. Mondjuk, hogyha az éjjeli műszakba aludtál egy órát, akkor az nem biztos, hogy olyan nagy baj, nem? Alvással nekem nincsen baj, mondjuk 3 gyerek mellett megtanul az ember aludni, reggel 5-6 között már jönnek a... Jó, igen, tehát hogyha van valaki, aki lefáraszt, figyelj, az alvással nekem sincsen baj. Tehát konkrétan bármikor.
figyelj, hogyha adnál nekem most 5 percet, hogy üljek be abba a fotelbe és aludjak el, a 6. percben már hiába beszélnél hozzám, aludnék. Ezt a nap bármely szakába képes vagyok abszolválni. Na, ezt csináljad utánam. Micsoda, micsoda achievement. Ez az. 35 éves koromra elértem, hogy bármikor, bárhol el tudok aludni. Akár állva is. Már az első percben elaludnál? Igen. Alvós ski. Igen, alvós stream. Sok előkészületet nem igényelne nálam az a... Sokáig nem kellene készülnöm egyébként arra a streamre, tehát hogy így... Az bármikor mondjuk azt, hogy felkészületlenül is képes vagyok tökéletesen hozni azt a formát. Figyelj, Véder, én erre csak azt szoktam mondani, hogy bármit csinálhatsz velem, csak ne keltsél fel. Ha neki úgy jó, érted? Na, amúgy reggel gondolkodtam, hogy Medieval Dynasty legyen, vagy Hotel Renovator. Tudom, hogy tegnap volt Hotel Renovator, de úgy éreztem, hogy ti is élveztétek. Úgyhogy biztos, hogy elő lesz még véve, csak úgy megpendült a fejemben az a húr is, hogy mi lenne, ha ma is az lenne. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy azt így nem akarjátok egymás után. Timi azt mondja, hogy de olyan jó lenne majd. Igen, ez ilyen szuper chill játék. Jaj, nem. A WW2 Rebuilderbe szerintem elaludnék slash. Az a baj, hogy az máshogy chilles. Nekem bejött a hotel, és erősen gondolkozom a megvételén. Az egyébként nagyon-nagyon jól sikerült az a játék. Nem tessék visszakeresni? Nem, szeretem egyébként az ilyen típusú játékokat azért váltogatni, csak tegnap, tudjátok, az volt bennem az érzés, hogy viszonylag sokat játszottunk azért a hotelessel, mert azért egy egész stream belement, viszont valahogy a végén mégis úgy éreztem, hogy amellett, hogy bazi sok mindent csináltunk, mert azért két szobát elég pöpec, a másodikat nagyon durván összeraktuk, de mintha semmit nem haladtunk volna. Contraband Police-a holnap fogunk játszani, Ricsi. Azt megbeszéltük, hogy az lesz holnap, és akkor az, hogyha előbb vége van, mint a teljes stream idő, akkor valamivel kiegészítjük, de az holnap. Amúgy is én úgy tudom, hogy a határon általában vasárnap próbálnak meg sokkal többször átszökni. Úgyhogy szerintem az úgy jobb lenne. Meg tegnap annyit néztem a srácoknál a Diablót, hogy már a végén azon gondolkodtam, hogy lehet én is fogok vele játszani, csak az a baj, hogy nincs kedvem bétázni. Meg, hogy teljesen őszinte legyek, és ezt akartam tőletek kérdezni, azoktól, akik néztek Diablo contentet, vagy játszottak. Én így néztem a srácoknál, nem volt rossz, de úgy nem volt az a hú, de kurva jó feelingem, amikor én belenéztem. Nem tudom, ez lehet, hogy csak nálam van így. De úgy nagyon nem epettem szét a játékért. Én pont azt mondtam Miss Loréknek, megnyitották az inventory-t, és nyilvánvalóan olyan húrokat penget a játék, hogy a régi idők Diablóját próbálja meg felidézni, de engem olyan szinten triggerelt basznak az a menü, mint egy ilyen, és ezt érts, talán a szó jó értelmében, mint egy 10 éves játékot indítottam volna el. És így álltam, mondom, oké, értem, tehát nyilván vannak, akik azt szerették, de így bazeg.
Nem tudom, én ott vártam volna valami kis update-et rajta. De aztán lehet, hogy játszva sokkal jobb lesz, én is nagyon fogom élvezni, de mondom, hogy nem szakadtam szét a vágytól, hogy így azonnal meg akarjam venni és játszani vele. De biztos, hogy jó lesz. Ja, a nekromanta az most nincsen benne, és én valószínűleg, én kettő között vacilálok, hogy vagy nekró, vagy druid lesz, amivel fogok játszani. Nyilván ebbe a sorrendbe, tehát az első, az én mindig is a nekrót szerettem ott, tehát nem lepődnék meg azon, hogyha amikor megjelenik a játék, akkor én nekróval játszanék. Igen, Vatta, egyébként ez egy tök jó észrevétel, hogy valahogy nekem is az volt, hogy azért ennyi pénzért egy picivel másabb feelinget vártam volna. De mondom, ez ilyen egyéni preferencia meg hozzáállás, mert van, aki például ezt az érát szerette nagyon a Diablóba. Tehát azok szerintem meg lesznek őrülve ezért a játékért, tehát biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan fogják szeretni. De kíváncsi vagyok, hogyha végigmegy majd most ez a bétás hétvége, hogy utána milyenek lesznek a visszajelzések a játékkal kapcsolatban. Szia, Enni, hello. Ja, ott lett. Figyelj, tehát a Junior, mindenféleképpen játszani fogok a játékkal, meg mindenképpen meg fogom venni. Még ezt nem tettem meg, de majd megteszem. Csak úgy nem nagyon fülik a fogam így a bétázáshoz. De annak örülök egyébként, hogy ki lehet próbálni, meg sokan játszanak vele. Érted, tök nagy a hype. Streamer szempontból is tök jó, hogy ilyenkor ugye tudod közvetíteni, hogyha megvetted, és azért nem mindenki vásárolta, vagy preorderelje a játékot. Lehet, hogy még várnak vele, meg akarják nézni amúgy, hogy melyik verziót érdemes, hogy érdemes. Ez az időszak erre jó. Ja, Eni, igen. Azt hozza. Én is nagyon szeretem a D2-t, hülyére játszottam magam benne Battle.net-en, de a 70 euró kicsit borsos ezért. Aha. Nekem tetszik nagyon, a játék maga szerintem nagyon szép és jó a hangulata, az inventory valóban furi, nekem is kicsit lehetne modernebb. Na igen, tehát hogy ez az, amit én is mondok, Angelus, hogy a grafikával szerintem, mint a játékbeli grafikával nincs gond, tök szép. Tehát ezeknél a játékoknál szerintem majdnem mindegyik ilyen izometrikus játéknál elég jó szokott lenni a grafika, mert talán könnyebb megoldani. Szóval azzal nincsen baj. Jók voltak az effektek, amiket láttam, jó pofán nézett ki a mage-nek a különböző varázslatai, tehát hogy ebből a szempontból szerintem rendben van. De abban a pillanatban, ahogy nyomsz egy escape-et, vagy egy inventory-t, vagy valamit, aztán nem tudom. Ki voltam tőle? Tehát mindig, amikor megnyitottam, hiszem, mondom, csupá be. Nem akartam nézni azt az inventory-t. Tehát, hogy nyilván nem kell újat, mert legyen az a feeling, hogy van egy minimális méretű táskád, abba elkezdesz dzsengázni, mint mondjuk a Tarkovba, hogy akkor mit viszel, mit nem viszel magaddal, de legalább tudom, hogy hülye hangzik, de egy modernebb külsőt kaphatott volna az a kurva inventory, vagy nem maga az inventory, hanem a menü. Nem tudom, engem egy picit triggerel, de nem tudom, hogy miért. Tehát nem biztos, hogy jól tudom megmagyarázni, vagy egyáltalán meg tudom-e magyarázni. Ott az nekem annyira nem volt komfortos. Mindegy, nagyjából egyébként szerintem átmegy az info, mert vagytok egy páran, akik hasonlóan éreztek. Meglátjuk. De mondom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért majd így 2-3 nap után, amikor már az emberek nem csak egy, hanem mondjuk az összes többi karaktert is ki tudták próbálni, és megnézni, hogy milyen feelingre, biztos, hogy jó visszajelzések lesznek majd. Engem majd azt fog érdekelni, hogy hova akar kifutni a játék, és milyen live service tesznek bele. Na igen. Mert ezek a szezonális dolgok egyébként nekem annyira nem gyere be kategóriába. Tartozunk, de erről már többször beszéltem, ez az én fasságom. Én nem szeretem ezt a fix időközönként reszetet. Személy szerint több ezer órán van Diablo játékokban, de az igazi mégiscsak a D2, mai napig játszom a... Komolyan?
Ekkora szakadék volt egyébként a 2-3 között? Mert én azt hinném, hogy aki ténylegesen ultra nagy Diablo fan, az mondjuk a mai napig inkább a 3-mal játszik, de még bazdmeg, valaki kajak még a 2-vel? Még mai napig? Az a baj, hogy már annyira nem emlékszem rá, hogy mi volt ott az ég és föld különbség, amit mondtak játékmechanikailag. Majd lehet venni a drop rate booster gemek. Nem tudom, hogy mit fognak beletenni. Nagyon meglepődnék, hogyha semmiféle pay to win elem nem lenne a játékba, mert ma már mindent pay to win-ek. És egyébként, na várjatok, erre tök kíváncsi vagyok. Múltkor beszélgettünk Miss Lorékkal, arról, hogy pay to win, nem pay to win, ugye nyilván én a Lost Ark-kal hasonlítom össze, mert én azzal a játékkal játszom sokat. Ugye a Lost Ark már az elején megkapta a pay to win kategóriát, tehát hogy az abszolút az, ezzel rányomta a bélyegét, minden vele járója ezzel megjött. Viszont azon gondolkodtam, hogy vajon mikortól számít bármilyen játék is, és én nem mindig szeretem a pay to win kifejezést, mert szerintem azt akkor kell inkább beletenni, amit hogy akkor kell pay to winnek mondani, hogyha azzal, hogy igazi pénzt költesz egy játékba, olyan előnyre teszel szert, ami más playereket úgymond károsítja. Lásd, PvP ranking systemben mondjuk benne van az, hogy ha te erősebb vagy, akkor nyilván szép, azt a másikat. Lásd Diablo Immortal. De egy olyan játékba, ahol a content 99%-a PvE, ott én nem szeretem, mert fasság, mert attól másnak nem lesz rosszabb, hogy én nekem jobb. Tehát, hogy nem jutok olyan előnyhöz. Én is valahogy mondjuk a progress gyorsítom. De ha belegondoltok, minden egyes olyan játék, ami MMO, az összes létező MMO-nak van valami olyan része, ahol real money-t tudsz költeni. És itt nem csak a játékbeli dologra gondolok. Nézzétek meg, tegyük fel, mit tudom én, akár FPS játékoknál a boosterek. Amikor fizetsz valakinek azért, hogy az accountodat nagyobb rankba vigye. MMO-nál rendszeres az, hogy goldot lehet venni mondjuk külső oldalakon, vagy itemeket lehet venni külső oldalon, vagy raidet clearelnek neked külső oldalon. Tehát igazából ebből a szempontból minden egyes MMO akkor pay to win, nem? Mert én nekem most hirtelen nem is jut például olyan játék az eszembe, ami MMO lenne, és nincsen valamelyik aspektusának boost része. Mondja, jó reggelt, köszönöm szépen a 21-es. Tier 2-t, köszi. Vétubin, szerintem, ha előnyöd lesz mások. Igen, ezt mondtam. Az AH volt a nagy különbség a D2-ben. Szerintem az a pay to win, ha olyan előnyöt tudsz, hogy sima olyan player, aki nem költ rá, az nem tudja megszerezni. Aha, igen. Tehát, hogyha egyáltalán nem tudja megszerezni. De ilyen már nem igazán van. Tehát, javítsatok ki, ha tévedek, de olyan... Diablo Immortálban biztos, hogy volt, de azzal nem játszottam annyit, úgyhogy nem tudom. De van olyan, amit ilyen RMT-s oldalon keresztül meg tudsz szerezni a játékban, nem? Mert általában ezek arra szoktak építeni, hogy amúgy minden elérhető in-game is, csak mondjuk 10-szer annyi idő alatt, tényleg lassabban, vagy hogyha mondjuk olyan béna vagy, hogy te nem tudod megcsinálni, mert egyszerűen nem vagy annyira jó, hogy megcsináld, akkor végül is az is, hogy megcsinálnak neked egy raidet helyetted, az is olyan, hogy amúgy ezt meg nem tudnád elérni. A legtöbben a P2 Progress-t is PVN-nek mondják, és hisztiznek miatt. Tudom.
És egyébként vannak olyan dolgok, tudom, ezt nem nagyon szokták osztani ezt a véleményemet, mert nyilván nem ez a jó irány, de van akinek például, igen, ahogy mondod, nincs 2000 órája, hogy játszon, mert vegyük a, hallod, a legbézikebb és a legboomerebb hozzáállást, mert mondjuk dolgozik mellette, de mondjuk amikor meg leül játszani, szívesen költ a megkeresett pénzéből, most mondok valamit, mit tudom én, $100 arra, hogy neki ne 2000 órát kelljen ott ülnie, csak mondjuk 5-öt. De abban az 5-ben ő kurvára élvezi azt a játékot, és amúgy meg nem károsít vele senkit. Csak itt szerintem nagyon pici a határ, hogy ki mit vesz annak, hogy kit meg hogy károsítanak. Ha a kozmetikai cuccokon kívül tudsz mást is venni, akkor igen, az pay to win. De mindenhol lehet mást is venni a kozmetikai cuccokon kívül. Figyelj, vedd a és mi van például a WoW-nak azzal a példájával, hogy level boosting? Az nem kozmetika. Pay to win? Vagy pay to progress? Károsítasz vele másokat? Szerintem nem. Vonár, én azt vettem észre, hogy ugye az in-game shopos vásárlásoknak egy részét szokták ugyanúgy az RMT-s oldalakon is elérhetővé tenni, csak jóval megérősebben. Mondom nektek a példát, amivel nyilván akár nap mint nap is találkozom, és ebben van viszonylag jó összehasonlítási alapom, Lost Ark. Lost Ark-ban in-game is tudsz real money-ért goldot venni, és mondom az összehasonlítást, mondjuk 100 dollárért egy körülbelül 30-40 ezer goldot. Ez konkrétan a játékon belül váltod át. Tehát, hogy ott full legit. Míg mondjuk elmész egy RMT oldalra, tehát egy másik oldalra, ahol azért a 100 dollárért te mondjuk 200 ezer goldot kapsz. Hát, hogy ezeknek általában megvan a játékbeli megfelelője, csak mondjuk jó, bazd meg, ezt a hangot de utálom. Így van, a WoW-ba is ugye volt olyan, hogy eBay-en adták el a cuccokat. Kucsi, imádlak! Köszi szépen! Akkor figyelj, azzal tudsz magadon segíteni, ha meg egy 8-10-szer megcsinálod. Poe, nem tudsz venni más, csak skineket. Figyelj, én amikor a Poe-t kipróbáltam és játszottam, akkor azért én láttam ott olyan dolgot, hogy ott is volt ugye in-game AH, de ott is van egyébként valami Poe trade oldal, ahol más playertől veszed meg a, mit tudom én, ilyen golyókat, vagy nem tudom mit, amivel lehetett szintezni a karaktert, meg itemeket. Tehát, hogy ott is megvan az. Na mindegy. Szóval egyébként ez egy olyan téma, amiről én alapvetően szeretek beszélgetni így ismerősökkel is, mert szerintem ennek több oldala van. Szia Zsófi, nagyon szépen köszönöm a 35-öt. Jó reggelt. Na, szóval kíváncsi vagyok, hogy a Diablónak is milyen hasonló aspektusa lesz, mert biztos, hogy lesz valami. Tehát, hogy úgyis hülyék lennének, hogyha nem lenne. Akár in-game, akár nem in-game. Biztos vagyok benne, hogy ahol, tehát, hogy érted, ahol van aukciós ház, ahol lehet trédelni, ott az emberek fognak pénzért eladni dolgokat. Ebben egészen biztos vagyok. Szia Ádám, köszi a 33-at. Aztán az, hogy a játék ebből mennyit implementál, hogy ő fölözze le ezt a hasznot, hát ez kiderül. Tehát, hogy mit tudom én, a crafting matikat tudod a store-ból venni, vagy hasonlók.
Na mindegy, meglátjuk majd. De biztos, hogy izgalmas lesz a játék, meg nyilván újdonság, tök régóta várja mindenki. Úgyhogy majd kipróbáljuk, amikor megjelenik. És az 5. hó? 6. hó? Ha van benne AHA, akkor se játszok vele, ha fizetnek érte. Pedig hát abban biztos lehetsz, hogy van. Hát ez egy MMO-nak, bazdmeg szerintem egy MMO, ahol nincs aukciós ház, hát bazdmeg az halott. Tehát nem építhetsz egy MMO gémbe arra, hogy csak azzal a cuccal dolgozol, ami neked esik. Jó, persze van olyan mód, meg van olyan challenge, igen, oké, de hát anélkül, hát nem áll. Hét. Kaf, 7. Vagy arra gondolsz, hogy már olyan sok accountot regisztráltál, hogy most már igazából csak 6 hiányzik a 120-hoz? Megnézem, mert lehet, hogy hazudol. Hazudol, mert 99 per 120-on vagyunk. Tehát még 21 ember kell. Milyen csodálatosan gyors fejszámoló vagyok, mi? Igen, Purmi, erről beszélgettünk mi is, hogy egyelőre úgy, hogy nem kapott el a feeling. Na mindegy. Jó, srácok. Szerintem kiveséztük itt, ami mindenkinek nyomta esetleg a szívét, lelkét, itt a kora reggeli órákba. Egészen más problémával küzdő emberekkel fogunk most foglalkozni, akiknek még ezek a modern problémái nincsenek, hogy vajon melyik játék pay to win, melyik játék nem, ők igazából azon gondolkodnak, hogy lesz-e vajon tűzifa a téli estékre. Nem meséled el senkinek, de ez a 9. medieval ebben az évben. Nem tudom, a legutóbbi számozás, amit láttam, az 6 volt, amikor megnéztem a korábbi közvetítéseket. De elképzelhető, hogy többedik. Nekem a fizetős részekkel addig nincs gondom, amíg nem teszi tönkre az én szórakozásomat. Ja, így van. Egyébként ezzel sokan így vannak, hogy pont leszarják, hogy milyen pay to win, vagy pay to faszom tudja, milyen elemek vannak benne. Amíg ő nem érzi azt, hogy neki kevesebb, addig nem érdekli. És ez így jó. Jobban élvezed a természetes szintezést. Az első alkalommal igen, de... Második alkalommal én már nem akarok bazzeg minden. Minden egyes izén újra végig menni. Fú, azt utáltam. Én szerintem talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy a WoW-ba is annó hány karaktert húztam föl nulláról. Szerintem egyet. És soha többet. De nulláról valószínűleg egyet, és akkor utána mindig a kiegészítőkbe húztam tovább, de... Én nekem utána szerintem bármikor indítottam el egy karaktert, az első dolog az volt, hogy azonnal mentem, kattintottam be a store-ba, és nyomtam rá a level boosting vásárlásra. Én elhiszem, Joda, írd át a hashtag utáni számot. Egészen nyugodtan. Köszönöm szépen. Hello, Csuhi, szia. Én imádtam fejlődni PvE grindnek. Ó, nem. Tehát a kis szintű fejlődés az nekem fucking no-go. Nem tudom, de ezzel én így voltam, és sose szerettem. Diablo 4-ben megint kiegészítő lesz a nekroma. Na, ezt nem tudom, Morgós. Most szerintem a bétába nem tették be. Én úgy tudom, hogy 5 klasszal fog indulni a játék, nem? Nekro, barbár, rugó, mage és druid. Az 5. Abba benne kell akkor, hogy legyen. Ó,
Az egészen más krat, persze. Pláne, hogyha egy új játékba az elejéről indítod. Én ezért szeretem egyébként mindig belevetni magamat valami új játékba, ahol szintezni kell, mert ott még egyszerre tanulsz mindent. Hogy vannak a questek, hogy van a karakter, hogy vannak a játékmechanikák. Én ezekben nagyon-nagyon-nagyon el tudok veszni, és ezeket imádom. Én mindig questeltem, sőt Lore Master is meg lett kétszer. Egyszer törtön, meg eredetni. Az igen! Mondjuk, amikor bejöttek ezek az achievementek, akkor szerintem nagyon ráment mindenki arra, hogy mindenki, nyilván akit ez érdekelt, erre a Lore Master-esre, mert tudom, hogy az volt, hogy akkor mentünk végig területről területre, hogy na, ott megvan már, ott megvan, nem, akkor még vissza kell menni. Ja, hát ez jó feeling volt. A tanulási fázist én is imádom a játékoknál, amikor még minden... Igen, igen. Most már értitek, hogy miért tudtam ennyire rákattanni a Hero Wars-ra is, csak hogy még egy visszacsatolás legyen itt a fantasztikus kampányunkra. És tök jó egyébként a karaktereknek a képességeit tanulni, mivel van kombóba, hogyan lehet ezt megcsinálni, azt megcsinálni. Én ezt csípem. Meg talán egyébként a legjobb része számomra az az, hogy ezt így veletek együtt játszom. Nem az van, hogy találtam valami játékot, amivel én nagyon szeretek játszani, néha ti így elnézitek nekem, hogy mondjuk ott van streamen, de úgy nagyon nem fog meg titeket. Hát ennél nem ez van. Itt ezt mindenki tolja. Volt, aki képzeljétek el, rám írt in-game a Hero Wars-ba, hogy szia, miattad kezdtem el a játékot, hadd csatlakozzak hozzátok. Tök jó! És szerintem ő nem is így a Twitch-en keresztül, én még azt is megkockáztattam, hogy miután kiment a VOD, és mondjuk YouTube-ról. Mert nem volt ismerős a neve, amikor rám írt, de aztán már Discordra is följött. Szerintem ő tök új. D2-ben nekem volt Summonos Necro, Hammer Pala kötelező darab. Az a Hammer Pala volt az, ugye, amikor ilyen csigába dobta maga körül a Hammert a paladin, és folyamatosan az ment, meg annak a spemelése. Ugye jól emlékszem, mert az egy ilyen nagyon ikonikus build volt a D2-be. Nem hoztam magamnak üdítőt, úgyhogy majd a kávé után ki kell mennem egy pici gyorsan behozni valamit. A Balma, igen, akkor jól emlékszem, hogy ott volt az a csigában pörgő Hammer, és így tele volt a képernyő Hammerrel. Na jól van, figyeljetek, elindítom a játékot, aztán nézzük meg, hogy hol tartottunk. Fogalmam sincs egyébként, hogy mi volt a progress, amit kitűztünk magunk elé. Azt tudom, hogy questelünk, tehát próbálunk haladni ugye a szezonális questekkel is, meg ugye a main story-val is. Abba biztos vagyok, hogy a kis dinasztiánk elég jól áll, ugye már megvan a puja, nem tudom hány éves, de azt tudom, hogy még annyira fiatal, hogy nem tudom dolgoztatni. Van már más terhes nő is a dinasztiába, tehát már történtek balesetek más házakba is. De hogy mi volt jelenleg a célunk, azt nem tudom. A pénzszerzés az mindig megvan, de hogy nem tudom, hogy emlékeztek, hogy van-e valami, amit építeni akartunk, vagy most jelenleg minden meg van építve. Még csak felidézni se tudom, annyira régen volt. Én majd megpróbálok csak egy. Második gyerek is a postástól van? Hát azt nem tudom még. Még azt sem tudom, hogy az enyém, az biztos az enyéme. A nő egy nagyon-nagyon diló. Meg ugye az én csajom, az folyamatosan édes hármasokra akar rávenni. Csak a buta karakter nem mindig veszi a lapot.
De majd meglátjuk, hogy most mit tudunk kihozni belőle. Na. Mit csináltunk múltkor? A piros az mi? Piros a kaja. Kéne enni. Csak előtte le kéne fürdenem. A farm az működik, azt, hogyha jól Aha, jó, egy dolgot elfelejtettem. Itt nem az F betűre, hanem az E betűre van szükségem. De valami olyasmi rémlik, Krat, hogy szerintem izével akartunk még foglalkozni a lakóházakkal. Ez miért lyukas? Hallod, van még? Hát ez soha, ez mi történt? Hé! What the... Likas a ház. Nem tudom, hogy mitől lett az Lukas. Nem javítottuk meg múltkor ezeket? Volt egy vihar az utolsó vágásig. Na jó, de azt... Ah, és akkor utána nem volt mentés. Ha, az lehet. Na nézzük. Igen, itt ugye teljesen rendben van a föld, ez szépen ugye intézik. Aztán ugye építettünk farmokat. Igen, ott vannak a kacsákok. Ott vannak a mini disznók. És there's my cock. Igen. Jó. Akkor javítgassunk házakat, mert akkor ezek szerint volt probléma. Bot. Kiveszek egy 20-at. Szerintetek csak bot kell a javításhoz? De az biztos, nem, ott már kell szalma is, látom. Igen. I took out my cock during a live stream. Aha, tehát oda kell hoznom 4 szalmát. Jó. Ezeket már meg... Igen, nézzétek csak. Igen, a lakótelepet építgettük. Tehát van még egy plusz ház, ami nem lett fölhúzva. Jaja, ez volt, mert ugye ezek mind itt lakóházak, és ezeket építgettük itt szépen lassan. Jó, akkor kipakolok, és akkor kell nekünk szalma. Wow, és már bronz nyílvesszőt gyártottunk. Jaj, tényleg, mert emlékszem. Elindult ugye nagyban a kitermelése az érceknek. Aha. Igen, elindítottuk az érc kitermelést, és most már így akkor tudjuk csinálni ezeket a jobb eszközöket. Akkor igazából csak questügyileg kellene fölvenni a fonalat, hogy azzal hol tartunk. És utána már jók leszünk. Azaz.
visít a kakasom. Jó, és akkor ha minden igaz, akkor tudunk olyat csinálni, hogy itt van a képességpontok eloszthatók. A gazdálkodásban elérhető plusz 2. Á, földművelésből ne. A szakképzett gazda az nagyon jó, mert dupla esély, vagy mint egy 100% esélyen van több takarmányra. A füttyös, az, hogy tudom hívni a lovamat, ami még nincs. Ez a gyorsabb gazdálkodás, meg lassabb tartóságvesztés, nem. A gyümölcsre. Igen, erre a gyümölcsre akartam tenni a pontot, mert ugye van már gyümölcs kitermelésem is. Jó, tehát itt lehet olyat csinálni elméletileg a menedzsmentnél, hogy láthatom a házaknak a százalékát. Az egyszerű kisház az azért nulla, mert azt építjük jelenleg. A kút 68%-on van. Aha. De nem volt még piros. Nem, ez zöld. Ez teljesen jó. Oké. Okay. Jó, nézzük meg a questeket, és akkor utána folytassuk a lakóházak építését, meg menjünk el inni. Na, napló. Aha, cékla, hagyma, káposzta. Jó, tehát ez egy ilyen termelős küldetés. Gizellával kellene beszélni, hogy az Alvinnak a története tovább menjen, és azért cserébe kapok egy vas kaszát és egy vas kapát. Ezen a helyen pedig van egy mellékküldetés, ami azt mondja, hogy vasércet kell vinnem Teobaldnak. Aki baloldalt van, igen, és arra is rájöttünk, hogy itt volt egy út, itt, és innen tudok vasat kiszedni, vagy megvárom, amíg én nekem kitermelik az embereim a vasat, mert ugye nekem is van, ott kérlek szépen egy bánya, ahol dolgoznak rendesen. Csak nem tudom, hogy ott a vassal hogy állunk. Itt van már 2 vasércem. Magamhoz veszem az ónt. Vasércet azt nem. Van 22 rezem is, rácok. Ugye ón, réz és vas jön egy helyről. Ja nem, még várjál, bronz. De nem, bronz az nem jön, mert a bronzt azt én csinálom. Oho. Itt van rézrúd. Ja, éder. Tegnap voltam vele Brel 1-2-n. Most föl húztam már 5495-re, vagy 1493-ra, nem tudom. Majd őt kell még tovább húzni. Na, szóval ez megvan, és akkor ugye ezt tovább szoktuk gyurmázni bronzzá. Nem tud szépen építeni? Pedig nem mondanám, hogy olyan extrém. Ó, itt már van ónrudam, meg vasrudam, meg bronzrudam. Ja, hogy ide szoktam kirakni. Ja, aha, látom. Tehát ide szoktam kitenni, amit beolvasztok ezek szerint. Van nálam 25 darab nyers hús. Annak vajon mi az oka? Jó. Tehát kellene nekünk vas. Viszont azt mondtuk, hogy nem fogom kitermelni azt a vasat, hanem megvárom, ameddig az embereim megcsinálják. Hogy azért ne kelljen elmenni. Jó, akkor építkezzünk, és hogyha tippelnem kellene, akkor kőből akarom építeni ezeket a házakat, mert hogy azt nem néztük viszont meg, hogy melyikbe hogy laknak.
2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3. Mi? Várjál, már akkor ott megszületett a gyerek? Ja igen, az az én házam és az én gyerekem. Oké. Jó, egy pillanatra megfeledkeztem róla. Semmi gond. És ez van építés alatt. 18-an vagyunk. Na jó. És már a fejlődési szakaszunk falucska. Érted? Már falucskák vagyunk. Jó, itt az út be van vezetve, és akkor itt tartottunk, hogy ezt kell építeni. Rönkbot. Akkor ezt még nem is állítottam át. Na várjál akkor. Szerkesztés. Kő. Tehát kell állítani, mert nem tudom, nem, hát a fonot azért nem is csinálok már, tehát hogy az túlságosan nyomi. Igen, átkattintom szépen kőre, az sem vesző, azt viszont fából szoktam azt az oldalt, mert úgy jobban néz ki, és akkor már csak a tető kell. És nem náttető, hanem szupertető. Az is szupertető. Na, akkor kész a ház, már mint hogy a blueprint. Most már csak gyűjtögetnem kell akkor a követ. Azt figyeljétek, hogy vágja a fát a barátom? Na jó, szedjünk követ. Bár szerintem egyébként van a raktárba is, csak most úgy, nem tudom, most úgy van kedvem kattintgatni követ a földön. Hogyha valakinek egyébként beugrik, hogy mi volt még így hosszabb távú tervem, amit folytatni kell, akkor szóljon, mert most nekem azon kívül, hogy ezt a házat meg akarom építeni, azon kívül nem jut eszembe semmi. Talán beszéltünk még arról is, hogy ugye az épületeket nem lenne rossz szigetelni. Most az ilyen ölős questekkel megvoltunk. Nyilván időszakosan fölvehető questeket tudnánk találni bőven. Nem tudom egyébként, abban segítsetek már, hogy most mondtam, hogy szedek követ, és a 30. botot szedem föl a földről. És nem tudom, ki emlékszik arra, hogy mi volt a bűvös szám egy ház nulláról 100-ig tartó megépítése hány követ igényelt. Az asszony adott-e küldit? Nem. Most asszonyos küldi nincsen. Azt legutóbb megcsináltuk. Jaj, tudom, hogy mi volt még, amit elkezdtünk, skacok. Az irgalmatlan mennyiségű rönk gyűjtése annak érdekében, hogy meg tudjuk építeni a falu köré a szép nagy kerítést. Mert ezt ugye elkezdtem, már ez a blueprint is le van rakva, lentről már készen vagyunk. Tehát az a része a falunak már amúgy kész, ami a lenti bejáratot illeti. Tehát ebből az irányból már körbe van véve. És ugye tovább mentünk arra is, hogy a megépített karámok is be legyenek majd fedve, védve, de ugye ehhez végtelen mennyiségű rönkre van szükség, ott meg arra várunk, hogy a favágó embereink beszerezzék azt a mennyiséget. Igen, erre még emlékszem. Igen, mert idáig akartam húzni, mondván, hogy itt majd még lesz valamilyen állatnak hely. Valamiért nekem a 86 kő rémlik, de ez... Ne kérdezzétek, hogy miért. Igen, és ugye itt meg itt két sorba van hosszú ültetvény.
Na jó, lássuk meg akkor, hogy mennyi. 40 valahány követ szereztem. Még itt ezt a párat felkapkodom. Ugye egyszer már a királlyal nem találkoztunk, de földobott a játék egy questet a királlyal. Hogy igazából ő is szeretne tőlünk. Ja, várjál, ez rönk is kell. Miért lett ez ilyen hangos? És ugye házat pedig azért kezdtünk el pluszokat építeni, hogy tudjak fölvenni még embert, mert a cél az ugye az volt az emberek kapcsán, skacok, segítsetek, ugye, hogy azt akartam elérni, hogy minden egyes kategóriába dolgozzon legalább egy ember, és lehetőleg minél kevesebb nő dolgozzon olyan pozícióba, ami a szülés miatt, ha kiesik, nem probléma. Ugye valami ilyesmi tervem volt. Aztán persze ez nem jött össze, mert igazából a legjobb munkás embereim a nők. De ez a legjobb kitermelőim. Emiatt voltam bánatos. Halálos éjjeli. Na várjál már, hát az kell. Az kell, azt hiszem, a méreghez. Azt hiszem igen, az volt. Jó, és hogy állunk dolgozók tekintetében? Ezt nézzük már meg. Házakat bezártuk. Tehát a bányába 4 dolgoznak. Ugye azt mindenféleképpen ki kellene maxolni, hogy jó mennyiségű ércem jöjjön. A fás kamrába valami gond van. Nincsen szerszám. Hoppá! Na várjál! Hát nincsen baltája. Már megyek is, csinálom neked a baltát, ne szórakozzál velem, hát nincs olyan, hogy nem dolgozol. Jó, és elméletileg kőből meg vagyunk. Jó, és akkor kellene neki valami értelmes mennyiségű, hogy nem is tudom, hogy hány baltát kéne csinálni. Mindegy, 2 vannak, annál több csak nem kell. Na nézzük, egy balta crafthoz mi kell? Mondjuk ideális esetben... Hát mondjuk kő és bot. Ha kőbaltát akarok neki csinálni. Most egyelőre csináljunk akkor kőbaltát. Itt van még bronz csákány is. Aha, tehát bronzunk van. És van 131 kövem. Jó, akkor csinálok neki kőbaltát, mert abból most bőven vagyunk, mondjuk egy 10 darab kőbaltát kapnak. Na, ez abszolút csak egy ideiglenes megoldás, mert nyilván úgyis bronz dolgokat fogunk nekik adni. A búzát azt kirakom ide. Fákja nálam van, a halálos éjjeli árvácska, igen, a követ is visszarakjuk. Meg a kőbaltát. Jó, elméletileg akkor innentől kezdve ők megvannak áldva. Oké, akkor most már a menedzsmentnél elméletileg itt nem kellene azt írnia, hogy nincs szerszám, de majd gondolom még kell neki idő, amíg frissül. És ő ugye a rönköt, a botot, a tűzifát, meg minimális deszkát átalakít. Jó. A fás kamránál dolgozik 2 ember. A füvész kunyhóba csak 1. A kútnál senki, de az nem baj. Igen, a vájár fészerben nincs emberem.
És ugye ez azért lenne fontos, mert ugye innen jön a kő, agyag, mészkő, szalma, de innen szedtem ki az embereket, és küldtem át a bányába. Azt hiszem valami ilyesmi volt. Van egy halászom, kettő vadászom, a pajtába senki, a tanyasi csűrbe dolgoznak ketten, ugye a földműveseim, az oké. Okay. A pajtában meg azért nem dolgozik senki igazából, mert ott csak átalakítani lehetne a dolgokat, arra meg most még nincs szükségem. Az biztos, hogy az állatokhoz mindenkit beraktam, tehát hogy ott van disznó, liba és tyúkolnál dolgozó emberke. A kitermelés meg még egyelőre, mármint a termelés egyelőre nem érdekel. Azokat még csinálom én manuálisan. Ezek alapján, ha kell még nekünk ember, akkor az vagy mezőgazdász kell, hogy legyen, hogy az állatokhoz vagy a földekre tudjam küldeni, vagy bányász, vagy fűvészkunyhós. Figyeljetek, itt viszont kellenétek most ti. Mire emlékeztek, hogy milyen embert vadásztam? Milyen embert akartam hazahozni? Arra emlékszik valaki, mert az fontos lenne tudni.